A csirkéről eltávolítjuk a zsírzó részét. Egy tepsibe 1 kg sót teszünk, majd a csirkét hátával lefelé rárakjuk. Kagukfűvel, rozmaringgal és fokhagymagerezdekkel fűszerezzük. A csirke mell részét enyhén megsózzuk. 180 fokon, hőlégkeveréssel 60 perc alatt megsütjük. Ezután 220 fokon, 5 perc alatt aranybarnára pirítjuk. A tabuléhoz a megmosott bulgurt kétszeres mennyiségű vízzel felöntjük, megsózzuk, majd fedő alatt, negyed óra alatt puhára főzzük. Ez idő alatt a paradicsomokat felkockázzuk, a hagymát apróra vágjuk, majd egy tálba tesszük. Ráöntjük a megfőtt és leszűrt bulgurt, hozzáadunk egy csokor apróra vágott petrezselymet, majd összekeverjük. Ízesítjük sóval, borssal, citromlével és olívaolajjal, ezután összeforgatjuk.